Így néz ki a monitoron az az állkapocs, amit ezekkel a nyomtatókkal lehet előállítani. A két 3D-s nyomtató egyelőre oktatási célokat szolgál, mondja a Pécsi Egyetem munkatársa. A beépíthető biokompatibilis fogak, illetve lágyrészek, azok még messzebb állnak tőlünk. Ezekkel a nyomtatókkal inkább olyan fogászati modellek készíthetők, amiken orvostanhallgatók vagy fogorvosok gyakorolhatják, illetve elkészíthetik az eseteket. Széles az a nyomtatási paletta, amivel segíthetnek az oktatásban a most érkezett szerkezetek. Tudunk nyomtatni fogászati fúrósablonokat, különböző harapássemelő síneket, fogszabályozó síneket, ideiglenes koronákat, hidakat, inléjeket, onléjeket. Vannak olyan anyagok, amikkel tudunk nyomtatni fogászati, fogtechnikai modelleket, fogszabályozási modelleket, egyéni kanalakat, valamint fogsor alapokat. Simon Imre azt mondja, néhány éven belül közvetlenül a gyógyításban is használhatók lesznek a nyomtatók a fogorvosok rendelőjében. Közeljövőben várható egy ilyen áttörés a fogászatban, hogy egyből a fogorvosi rendelőben tudjanak nyomtatni kész végleges koronákat és hidakat. A szakember szerint ez az idő 5 éven belül eljöhet, olyan gyorsan fejlődik ez a technológia. A most beszerzett 2 darab fogászati területen használható 3D-s nyomtató 16 millió forintba került.